Szóljatok, hogyha mehetünk, mert hogy... Már tessék, ott a piros gomba is. De nem tudom, hogy Attila bent fölvette az előző részt, és mondták, hogy kész, oké, megvan, megvan, a lényeg megvan. A lényeg. A nő a tét Liptai Klaudiával. Kezdjük ott, hogy a fogantatásunk pillanatában már függőek vagyunk az édesanyai gazdatestől. Aztán, amikor megszületünk, védtelenek és kiszolgáltatottak vagyunk, és az életben maradásunk másoktól függ. Hogy mennyi függőséget halmozunk fel életünk során, az néha tőlünk függ, néha pedig csak egyszerűen belesodor az élet. Nekem például az egyik függőségem a szókimondás. De vajon mi? A mai vendégeimé. Szabó Győző, a képzőművészeti főiskolán végzett grafikusként, a Tilos az Á Performance Színház egyik alapítója, később a Katona József Színház szerződtette. A 90-es évektől egészen a Valami Amerika forgatásáig drogfüggőséggel küzdött. Leszokása után írta meg a Toxikóma című könyvét, amelyből később film is készült. Jelenleg a Thália Színház színművésze, több nagy sikerű előadásban is szerepel, többek között a Killer Joe és az Alul Semmi egyik főszereplője. Zaher Gábor, az ország egyik legismertebb orvosa, toxikológus mentőtiszt. Évekig irányította a Péterfi Sándor utcai kórház toxikológiai osztályát, és a Honvéd kórház sürgősségi osztályának vezetője is volt. 2002 óta orvosi toxikológus igazságügyi szakértőként tevékenykedik, Magyarország egyik legismertebb addikciókkal foglalkozó szakértője. Na, hát akkor kedvenc részem következik, visszaugrunk az időben néhány évtizedet, mindenki menjen vissza a gyerekkorába, mennyire fügtetek a szüleitek figyelmétől? De ez nem igazi függőség alapvetően, ez egy természetes része az ember életének, ugye, hát ugye, mint ahogy a biológiai része is, ugye, hogy idézelben függünk, ugye, a szülőtől, az anyától, ugye össze van kötve vele, ugye a magzat, és így tovább, és így tovább. Ez nem az a klasszikus függőség, amire ugye gondolunk, mert azért, hogyha megnézzük a függőség, az tulajdonképpen ragaszkodást jelent. Csak mi ráragasztottunk ugye egy olyan bélyeget erre a szóra, ami negatív. Már azért is, mert ha belegondolsz, a magyar, bár mondjuk az angolban is, a függőség az olyan, mintha valami lógnál. Igen, tehát de az valami... angolban legalább 6-7 szó van arra, hogy függőség. A dependency-től kezdve az addiction-en át nagyon-nagyon sokan. Magyarul pedig egyetlen egy szavunk van, és erről úgy mindent megpróbálunk belefoglalni, hogy függőség. De mondjuk megkérdeznek bárkit, mondjuk itt az urakat itt velünk szembe, hogy mi jut eszük be arról, hogy függőség, akkor biztos nem az anya-gyerek kapcsolatát mondanák először. Rendben, de azért menjünk vissza, mert szerintem hát azért majdnem minden, ott nagyon sok minden datálódik előre. És nem tér ki a kérdés elől, Gábor, te is voltál gyerek. Én biztos vagyok benne. Nem, én eleve így születtem, szegény anyám. Azt tudjuk, hogy 28 éve, én mondtam neki, hogy te tényleg a formalinban ülő a doktor úr, aki semmit nem változott. De hogy alapvetően, te milyen... Neked van-e olyan emléked? Nekem például emlékszem, hogy iszonyúan szerettem, minden héten egyszer kaptam gumicumit. Tehát volt az a gumicukorcumi, emlékeztek rá? És azt konkrétan tényleg úgy vártam, és az egy függőség volt, hogy én abba bemehessek a kisbotba. Nekem volt a kakaó egészen 5 éves koromig, amikor is volt egyszer benne egy darab cukor, ami megroppant a fogam alatt, és azóta nem iszom kakaót. Ne? Abszolút. A minden este szokásos kakaó az így, itt, így nekem mente? Volt. És itt ment el, és tökéletesen elment. Ez olyan, mint a szárnyas étele kevése, amit a nagyanyámnál láttam a két tyúklábat így kiállni az izéből, a fazékból, adott én nem eszem szárnyast. Én ezt nagyon megértem, én is, aminek arca van, azt nem tudom megenni valahogy, ezért szeretem a Magyarország alakú rántott húst, mert ahhoz nem kötök arcot. Győző, neked a gyerekkorod, arról nagyon keveset tudunk egyébként, hogy azért milyen... Én nekem nagyon-nagyon szigorú szüleim voltak, én magáztam a szüleimet. Az egész sportutcában, vagy a környezetemben nem ismertem olyan embert, olyan gyereket, aki magázta volna a szüleit. Én magáztam, tetszikeztem a szüleimet. Ez elvárás volt? Nem tudom, hogy alakult ki ilyen. Próbálom visszafejteni egyszerűen, nem tudom, hogy alakult ki. Aztán később már így mondták, hogy átterjedtünk most már a tegeződő formátumra, de nem, valahogy nem sikerült. Emiatt azért furán néztek rám a többiek. Én kitűnő tanulóként otthon ülő tanuló gyerek voltam, és az volt a díl a szüleimmel, hogyha megvan minden, és hozom az ötöseket, akkor azt csinálok, amit akarok délután. Tehát nekem a függőség valójában inkább az a szabadság, ami aztán később kialakult, amit akkor kaphatok meg, ha előtte ezt megcsinálom. És hát ugye miket vonz maga után egy olyan
történet, amikor az ember nem tudja tegezni a szülét, mert olyan szavakat nem mondhatunk ki, például, mint hogy szeretlek. Szeretem magát, vagy érted? Tehát nekem nagyon fura dolgok, hogy... Hát ha belegondolunk, egy korosztály vagyunk, tehát te nem a 1800-as években voltál gyerek. Nem, ez... de szerintem ők is magázták azt, tehát hogy azért nem, én nem tudom, hogy pont nálam, vagy miért kaptam ki ezt a bónuszt a szüleimmel, hogy ez a magázódás, de ez adott valami fajta kvázi eltartást, Bocsáss meg, ezt utólag definiáltad, hogy ez utólag, eltartás volt, mert ugye amikor benne van a gyerek az életében, akkor neki az a természetes. Ezt utólag, igen, nekem az volt a természetes, hogy magázom, az ezt. Nem volt természetes, hogy a többiek tegezik a szüléket. És szerintem pont ez a fura ragaszkodási függőség, vagy tényleg nem is igazán csináltam az ő jóvágyások nélkül semmit. Tehát mondtam, oké, akkor szóltam, jó, akkor én most lemegyek a fiúkkal focizni. Tehát enélkül nem mentem le, én ezt szóltam volna a szüleimnek, tehát azt az engedélyt, azt valahogy le kellett mindig kérni. És szerintem ez okozhatta azt, hogy 14 éves koromban már úgy éreztem, hogy én nem akarok itt maradni tovább. Ezért választottam, illetve a jó Isten megadta arra ezt képességemet, vagy tehetségemet, és ezáltal ez így kerültem Budapestre a képző és iparművészeti szakközépiskolába, és már budapesti gyerek lettem, és egy 14 éves korom óta hát csak nagyon ritkán találkoztam a szüleimmel. Mennyire voltak jelen az élvezeti dolgok az életedben? Tehát például mennyire ez a szigorúság, ez a puritánság is volt, vagy ez az egész, nehéz ezt elképzelni egyébként, hát ez a 70-es évek, 70-es, 80-as évekről igen. beszélünk, amikor egyébként nagyon minden nagyon ment, a Balaton, minden az élet, nekem nem ment a Balaton, nekem a Nyírbátorban, a Balatonban Balatonra eljutni az olyan volt, mintha most a tengerpartra akarna eljutni. Tehát egy alföldi gyerek, azt sosem értette meg, hogy vajon mit él meg egy Duna mellett élő gyermek, vagy egy balatoni gyerek. Tehát ez az a régió, az a teljes... Mégis lenne a Békésben viharsarodnak hívták nálunk, a tirpákokkal, a szabolcsi tirpákokkal, még a mai napig jellemző az ország, jellemző szegénység, vagy szegényebb részrégió az országnak sajnos nem volt. A könyvemben megírom, hogy volt egy ilyen vasbor kísérletem, hogy volt 2 forint, lehetett vasbort kapni. És az mit csinál? A vasbor az... Az olyan, mint egy valami nagyon erős vas koncentrátum, és egy boldultságot nagyobb mennyiségben okozhatott, ezt én hallottam valahonnan, és vettünk ilyen vasbort, de a napköziben a fészer mögébe bújva akartuk elfogyasztani, de Otto bácsi a tanárom, akire mai napig nagyon szeretettel gondolok, ő elvetett tőlünk ezt a dolgot. Tehát már volt bennem, de az is függőség lehet, nem, hogy a sporttagozatos osztálytársaim is voltak, és ugye nekünk még volt az általános iskolában ilyen kiskerti óránk. Ástunk, meg nem tudom, hogy nyilván Pesten nem volt ilyen. Nem, nekünk technika volt, én a pogácsaszaggatót csináltam, és az meg a... hamutál. De nekünk ez volt, nem, mi daruásás, nem tudom, ilyeneket csináltunk, meg termesztettünk mindenféle. Tehát hasznos dolgok, nem a mi pogácsaszaggató. Hasznos dolgokat, igen. És akkor én az Ákos nevű barátomat, aki kislabdadobásban országos bajnok volt, megkértem, hogy dobja már egy jó nagyot, hogy átrepüljön a kertbe, hogy elmessük a labdáért, vagy leszethetjük az epret, vagy a mállát, vagy épp azt, ami ott van. De mi a labdáért menve megettük a kis gyümölcsöket, az a tiltó gyümölcsöket. Rengeteg kérdést vett fel bennem egyébként, amit itt mond a Győző. Több dolog. Egy, hogy mindig azt mondják, hogy van egy helyzet az életedben gyerekként, és az előre vetítheti. Akár azt, hogy pont abból szabadulni akarsz, vagy annak a nyomán leszel az, ami... Én nem hiszek ebbe teljesen ilyen egyenes vonalban, hogy nekem is nagyon szar gyerekkorom volt, és azért lettem az, aki, mert én nagyon ki akartam abból szabadulni, de biztos, hogy van egy ilyen út. De vajon a gyerekkori függőségek azok tetten érhetőek-e később felnőtt korban? Valójában ugye azok nem is függőségek. Nem? Nem. Az nem az a klasszikus függőség, amire így valójában gondolom. Most az, hogy valaki cumizik például. Ugye, és nem tud szabadulni a cumitól, és akkor az egy külön procedúra, a cumitól való megszabadulás élmény. Ezeket nem neveznénk valójában függőségnek. Az természetesen, hogy a gyerekkorban milyen élményeken megy keresztül, hogy mondjuk az otthoni családi kapcsolatok, verbális erőszak, fizikális erőszak, szexuális bántalmazás, és pont most egy
pár nappal az előzőt jelent meg egy olyan statisztikai adat, egy újpesti 500 fős mintából, 418-an küldték vissza, hogy azért nagyon-nagyon elszomorító ma a fiataloknak a helyzete, ahol például 20% alatt nem nagyon volt a kérdésre válasz, és itt ugye pont az előbb felsorolt dolgokról volt szó, hogy azért nagyon-nagyon más ma szerintem fiatalnak lenni, mint ugye annak abban az időben, amikor ti voltatok, vagy amikor én is voltam. Ezt kérlek, hogy fejtsd ki, mert ez mindig úgy érzem, hogy mindig nem, az adott pillanatban mondják ezt. A világ volt nagyon más. Mi pontosan ugyanolyanok voltunk. Én pontosan ugyanolyan kerecsértő középiskolás voltam, akik ugyanúgy a Verespáni gimnázium Budiába 15 évesen, mint már felnőttként ugye rágyújtottunk, zsitán cigarettát szívva, majd megfulladtunk, jött Pál József tanár úr, tornatanár úr, fölnyomtuk a deket a plafonra, ráesett a fejére, hát persze kaptunk a nyakunkra jó nagyokat, de igazándiból ettől nem lett az igaz, semmi bajunk, meg ugyanúgy 15 évesen engem két osztálytársam részegen húzott haza, úgyhogy leokádott ruhával, itt két baromi nagy kék-zöld folttal, ugye? És én anyámtól nagyon érdekes, na ez az, ami például bennem megmaradt. Kettő mondatot kaptunk, ugye hát másnap, amikor ugye az ember ugye előkerül már ilyen emberi fogyasztás alkalmas állapotban, akkor nem az volt a mondat, ugye, hogy na most akkor fiam, most egy hónapig, két hónapig, meg három, meg négy hónapig ez nincs, hanem ugye tudod, hogy ez nem volt helyes, és remélem tudni fogod a kereteidet. És ennyi. És ez téged helyre tett? Igen, és ez nem azt jelenti, hogy adott, nem volt keretsértésem, mert persze, hogy volt, hát azért csak leszigorlatoztam anatómiából, gyógyszertamból, diplomát szereztem, stb. Ehhez mi voltak, kellett? Hát voltak utólagos élmények, de például soha semmiféle problémám nem volt az alkohol, és ugyanezt mondhatom például a fiamról, és aki ugyanezen a történetem ment keresztül, és neki pontosan ugyanezt mondtam, ő most 27 éves bendegúz, és igazándiból eljár haverokkal, ő építészmérnök lett, hál' Istennek nem lett orvos, mint én, és éli az életét, a mai fiatalokét teljesen függetlenül, és azt kell, hogy mondjam, hogy tökéletesen ismeri a kereteit. Szerintem pokoli nehéz, hogy mi a jó mondat. Tehát én szülőként azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz, erről majd beszélünk egy picit később, de még mindig menjünk vissza Győző, oda mondjuk egy tinédzserkor, amikor már, ahogy mondod, kiszabadultál otthonról. Nézzünk egy szombatestét, hogy milyen volt egy szombatestét, amikor már úgy benne voltál az éjszakában. Ja. Tehát egy... Hát elsőkörben nekem meg kellett harcolnom azzal, hogy a pesti vagányok elfogadják a vidéki bunkó kisfiút. De nekem ez volt... Ez miben nyilvánult meg? Abban, hogy ebben lehet, hogy talán Gábor is megerősít, meg ez tudható, hogy ez 30 évvel ezelőtt olyan széles szakadék volt a vidék és a főváros között, hogy az elképesztő volt. Mint a pesti most. Mint most. Most nem tudom, melyiket tényleg az. Tehát, hogy őrület. Igenis meg kell. Tehát aki a vidéki, hogy én azt éltem meg, engem lenéztek, engem kiközösítettek velem, másképp álltak szóval. Tehát először nekem pesti vagánynak kellett lennem, és ez nem használtam azokat az eszközöket, amit az ember gondolhat, hogy mondjuk akár alkohol, vagy bármilyen drogok egyszer, csak a személyiségemmel kellett meggyőznöm a többieket arról, hogy én is vagyok olyan jó, mint ők. Tehát ezt a falat át kellett ütni, aztán jött a következő lépés, hogy nálunk valami érdekes, mert mi művészettörténetet, építészetet, ilyeneket tanultunk, nekünk egy esténk az úgy nézhetett ki akár, hogy mondjuk két sörrel, vagy valahogy elindultunk a városba, és éppen a utcákban és az adott épületeket elemezgettük. Tehát hogy ilyen karriátid, olyan karriátid. Ilyen twin van. Tehát, hogy mindig azt gondolják a művész emberekről, hogy viszkikólába folytják a feszültségüket. De bennem mindig volt egy fürkész, és az és a mai napig megvan. Tehát én mindenhonnan szívom az infókat, és folyton tréningezem az agyam, és folyton tréningezem magam mindenféle dolgokat. Egyébként ez szerintem nálad egy nehézség is. Tehát, hogy ez egyfajta... Jó dolog, és egy átok is olyan szempontból, hogy annyira akarod az információt, és annyira sok mindent akarsz befogadni, hogy talán igen, pont ezért kezdődtek el ezek lehet, a függőségek. Egyszer betelik a Winchester, és akkor van a teljes leoldás, de én például életemben egyszer voltam olyan részeg, hogy nem emlékeztem volna a másnap történetekre. Én nem változom meg tőle, vannak kollégák, akik teljes, vagy az agresszió, vagy a igazmondás, vagy a... nem is igazmondás, hanem az sírás, vagy az igazságosztás fázisában. Tehát először az alkohol volt az, ami ugye tökre egyértelmű, igen, hát a tinédzser az ahhoz, igen, nyúl, de meg ahhoz volt akkor a 80-as évek vége felé. A vizes
a vizes csapolcsör, felvizezett csapolcsör, és ilyenek. Az örömet okozott? Vagy akkor ott tehát ellazultál, az jól esett, akkor az például... Az első bódulatra nem is emlékszem. Engem rám sokkal nagyobb hatással volt sajnos az opiát fogyasztás. Az egy meghatározó élmény volt, ez akkor azt mondtam, hogy na ez az. Ez is ehhez a korszakhoz kapcsolódik már, hogy az első? 18 éves korom után történtek a dolgok, amikor ugye már az ember alapéletet keres, már nincsen kollégium, ide-oda megy, de úgy, ahogyan Gábor is mondta, egyszerűen nincsen olyan szociális háló, vagy nincs egy olyan akár bántalmazás, verbális, vagy fizikai, vagy bárhogyan lehet, ez ugyanúgy előfordulhat bárkinél, a felső tízezerben, a felső tízezerben, vagy bárhol. Nem kell a szegregációt, meg semmit érinteni, ez teljesen ott van mindenhol, ott lehet mindenhol. Ekkorra már egyébként mondjuk egy társaságban te központi figura voltál? Nagyon, te egy jóképű faszi vagy. És akkor aztán így visszanézve, hát az szóval azért nagyon ütős. Fiatal, szőke, viking állott. Tehát, hogy te mennyire voltál ura ennek az egész testnek, meg ennek az egész szerepetnek? Szép lassan, igen. Sok-sok év után. De amit az előbb akartam mondani, hogy nem kell hozzá, nem kellett olyan közeg hozzá, én kerestem ezt a dolgot. Mm. Tehát én nem találkoztam vele, engem nem lekötöztek, nekem nem rábeszéltek, nem kellett 600 szó nemet mondani ahhoz, hogy egyszer végre igen mondhassak felajánlásuk révén. Tehát nekem egyszerűen én kerestem, ez volt. Én azt kerestem, hogy mi az a cucc, vagy mi az a dolog, ami ezt állandó izgés, vagy a rezgést egy kicsit le tudja oldani. Ismerted a Brack Leoni barát? Persze. Na, ő például egyszer a filmgyárban egy jelmeztervező, és nagyon-nagyon csodálatos ember volt. És egyszer a filmgyár udvarán találkoztunk, itt teljesen normál állapotban, délelőtt mentem át az udvaron, jött a Brack Leoni, és odajött hozzá, és mondta, hogy Győző, nyugi. Na, mi van? Láttam, hogy zizegsz, hogy a sejt. És azt érzem, hogy a sejtjeim most is, ebben a pillanatban, a sejtjeim állandó zizgésben van. Állandó zizgésben, és ehhez akkor kellett ez a bizonyos. Nem tudja, egy testben öt test lennél, tehát nem tudom, hogy öt ember lennél. Ha már ugye azt mondja egy őző, és arról beszél, hogy ugye akkor ő kiszabadult a szülőknek a felügyelete alól, vagy a látása alól. De hát azért a legtöbb gyerek meg 18 évesen is otthon van. Honnan datálunk egy függőséget? Tehát látom, hogy a gyerekem mondjuk túl sok orsprét használ, vagy túl sok energiát italt iszik. Akkor az életének a részét képezi. És ez nem a mennyiségről szól, hanem a minőségről. Alapvetően, hogy akkor számára tök természetes, hogy mondjuk reggel föl kell, fúj kettőt, délelőtt, megint fúj kettőt, kvázi észrevéthetetlenül benne van. Igen. És én mindig azt a példát szoktam elmondani, hogy igen, az alkoholfüggő, aki naponta megiszik, mit tudom én, egy üveg vodkát. Abszolút. De az, aki mondjuk hazafelé menet, bemegy a szupermarketbe, vesz magának három sört, és este háromszor ezt halljuk, hogy csz, és megissza azt a három sört, lesz tőle baja, nem lesz tőle baja, jó, elmegy WC-re plusz kétszer. Nem lesz otthon üvöltözés, kiabálás, kisbalta, már megint részegen jöttél haza, bla bla bla, ugyanolyan alkoholbeteg, mint a másik, csak ő mondjuk el fog tudni élni jó eséllyel, akár 120 éves koráig is. Még azért az egy üveg botkás az azért nem biztos, hogy a hosszú élettitkát találja meg ezzel. Jó, de akkor visszamenve, tehát, hogy én szülőként hol észlelem ezt? Tehát hogy tudom? Nem, először is ismered, de magad. Ez a tettenérés egy érdekes dolog. Mert ha már odáig fajul a dolog, hogy ezt kvázi tetten kell érni, hogy most mit tudom, kutatsz a zsebébe, és akkor találsz valami zöld színű növény pörméléket, mint a cimatolgat. De most nem beszéljünk a drogról, csak direkt. Ez bármi, vagy akár... Vagy... Én magam kólafüggő vagyok, tehát nem tudom letenni a kólát, és akkor én hogy tudom az ő függőségét egyébként jól alapvetően kezelni? Nem a függőségét kell kezelni, hanem ismerem a saját gyerekemet, hogy mennyire kommunikálok vele. Mennyire lehet őszintén vele beszélgetni mondjuk olyan dolgokról, ami az ő életét valójában foglalkoztatja. Azt, hogy mondjuk egy 16 éves gyereknél persze találkoztunk már olyan ilyen korban is függőkkel, de a klasszikus függőségek, akár kemikáliák, akár magatartás függőségek még ilyenkor nem alakulnak ki. De például mondjuk lehet, mondjuk, ami ilyenkor már az ő életükben megjelenik, hiszen ők már az a generáció, amik mobiltelefonnal születnek, és ugye azzal élnek, hogy ez... Megaladta most a függőség. Ez az, ami ma a legtöbb embert érinti. Nem most itt a fejlett világról van szó. Tehát ehhez képest mondjuk azt mondjuk, hogy Magyarországon mondjuk a Facebookot használják 7 millióan.
és abból 6,3 millió az gyakorlatilag rendszeres használó, és ennek az 50%-a ébredés után először a telefonját nézi meg, akkor ehhez képest azt mondom, hogy van 8000 alkoholistánk, van 200000 altató nyugtatószer függőnk, 300000 hashajtó függőnk, 25000 orrcsepp függőnk, és még mindig nem beszéltünk a kábítószerről, mert van kb. 20000 kábítószer függőnk. Oké, okay. De erre jön a következő mondat mindenkinél, de az megöl? Az okoz egy olyan deformitást a szervezetnek? Igen, csak az elmét. Azon kívül, hogy egy banyapúpja lesz mindenkinek? Nem tudom, hogy olvastátok-e Mária Rézának a könyvét, a Hogyan kezeld a diktátorodat. Ő 2021-ben Nobel-díjat kapott, aki gyakorlatilag leírja, hogy ez tulajdonképpen egy olyan polip, és itt az elméd a tét. Most gondolj bele, hogy hogyan tudják befolyásolni az életedet. Csak egy egyszerű dolog, amerikai választások. Igen. Hogy hogyan tudták ezt, ugye, és nem az, hogy meghamisították a szavazatokat, hanem ami jött, ugye a Putyin trolljaitól kezdve. Hát ez az ugye, Orwell 1984 hát, igen, egyébként. Igen, csak hogy ez egy valós létező dolog, mert egyszer akarsz egy cipőt venni, és fölmész mondjuk egy olyan oldalra, amelyik cipőt árul, hányszor fog neked naponta előjönni? Így felkúszik, így ott jobb oldalon, mert te egyszer ránéztél erre hát a dologra. Ez egyik, amit eleve kapsz, a másik pedig az, amit eleve vágysz, az úgynevezett random jutalmazás. Ez az, amikor az van, hogy nézed a social-t, és lapozol, és nem tudod, mi lesz a következő infód, és nem tudsz leállni. És mert vajon vagy. A következő felhúzás után, vajon mi lesz a következő? Villamoson utazzal, figyelj, mert én szoktam villamoson utazni, meg buszon, ez a fürkészés része. Azért ott már elég durva világ van, ahol egy írott sajtóban az egyik úriember lapozni akart, szlájdolni akarta ezért a fotót az újságban. Az újságban. Sajnos már velem is megtisztít, hogy nagyítani szerette volna képzni. Szóval ott ülnek a smartphone zombi. Ez van, így van. A random jutalmazás, a reggeli. Én például most nyilván a drogfüggőséget kicsit később ismertem fel, a telefonfüggőséget nem is nagyon élem, mert hármat gurítok föl a social, a Facebook, és azt, amikor szélni elég. Nem akarom, hogy beszippancson, igyekszem a képernyő időmet 21 perc, vagy 20, max 25-re levinni, és ez nagyon-nagyon nehéz, mert ugye e-mailjeim és a többi jönnek, tehát ezzel az egész okostelefonnal egy olyan berobbantás történt, és én egy másik tanulmányt olvastam, akkor hogy zombikat nevel a... Így van. A de milyen telefon. Szempontból? Az én fiam is sajnos. Mi az, hogy zombi? Mert ugye mindig, szerintem minden történelmi helyzetnek megvan a maga helye, valamiért ez történt. Ebből is majd kilábal egyszer csak az emberiség, igen, de és de más magamaszkodunk bele. Ez tök jó, egy ilyen, hát olyan információkat, tehát én amikor, mit tudom én, szakdolgozatot írtam annak idején, két hónapig jártam a könyvtárba, igen. És érted, álltam a létretetején, néztem a folyóiratokat, stencileztem, stb. Ma, és baj, hogy nem így van ma? Nem. Épp ezt akartam mondani, hogy ma ugyanazt a adatgyűjtő munkát másfél nap alatt otthonról, kényelmesen. Igen. Tök jól, nem kell elmenni, port nyelni, fújkálni az újságokról a port, és így tovább, és így tovább. Hihetetlenül segíti a munkánkat, hihetetlenül fölgyorsít, de hihetetlenül visszaér is. Hát megszűnik a magánéletünk, posztolunk, kitárulkozunk, jaj, de jó, ide megyünk, oda megyünk, amoda megyünk. Ja, hát akkor ezeknél lehet, hogy ezt olvassa az a szimpatikus albán fiatalember, aki mondjuk ezt a biztonsági ajtót, amit te egy 20 másodperc alatt nyitsz ki a kulcssal, 18 másodperc alatt kulcs nélkül is ki tudja nyitni, mert nem vagytok otthon a hétvégén, mert tök jó. Szóval alapvetően megszűnik a magánéleted. Nem beszélve a cyberbullyingról, ugye arról az online erőszakról, ami hogy egy kép, egy videó, az hova igen. Tudja befolyásolni a fiatalok életét. 8%-kal megnőtt ugye a cyberbullying miatt a fiatalkori, a serdülőkori öngyilkosságoknak a száma. Ma már Magyarországon is volt öngyilkosság. Japán, Korea vezet ez ügyben, mert ott erre nagyon-nagyon ki vannak élezve. De ez például hihetetlen módon negatív irányban tudja változtatni. És nem azt mondom, hogy ne használjuk, mert tök jó. Mert ott a gyereknek a mobiltelefon, és amikor én, mit tudom, én ígértem anyámnak, hogy 5-re hazaérek, és nem voltam otthon 17:30, akkor anyámnak 350/200 volt a vérnyomás, hogy mi van velem, és ha 5 órakor a gyerek hazatér, figyelj, anya, még itt vagyunk bent az iskolába, focizunk, mit tudom én, bármi, elmentünk, eszünk egy fagyit, ki van húzva a dolog méregfura. Igen, erre akkor, tehát amit mondasz, ez körülbelül olyan, amit az édesanyád mondott, hogy tudod, hogy ez nem volt jó. Tehát, hogyha erre van egy jó keret, azért ez itt mindig ez a... Most mondtad ki a legfontosabb szót, a keretet.
Mert lehet használni, és miért ne lehetne játszani azzal a telefonnal? Igen, de miért nekem kelljen beállítani a telefonját a kisfiamnak, hogy egy óra után eltiltsa, érted? Hát, az mi? És azért, mert te vagy az apja. Oké, és így is tudom, van. Tehát egy órán, hát... nem, volt fél, akkor kérte, hogy több legyen, de ugye ez már egy tiltás, amit nem lenne szabad többbe az énbe. A kereteket együtt próbáljuk meg fölépíteni. És akkor most el van fogadva szép lassan, de figyelj ide, amikor egyszer elkapunk mindent, és bejött ez az úgynevezett nyitott világ, bárhol bármit el tudunk kérni, ha ne is beszélünk Siriről, arról van egy történet az egész Siri használatról és mindenről. Visszabeszélt neked? Visszaszólt Siri. Képzeld el, hogy tudok egy olyan esetről, hogy most próbálom úgy mesélni, hogy izgalmas olyan történet, de a lényeg az, hogy a Siri közölte a ismerősömmel, hogy bemondta neki azt, hogy sajnálom, hogy Klárával a kapcsolatnak vége lett. Elmondok két nap előtt a történetet, a lány valóban szakítani akart a barátommal, és ezért elkezdte kitörölni a közösségi oldalakról a közös képeket. És aznap akarta délután megmondani a stácnak, hogy vége, de a Siri előbb észrevette. És előbb tudta, és akkor nézze, hogy nekem még megvan a barátnőm, és az a barátnő délután bizony kiadta az útját. És mi lesz meg itt a mesterséges intelligencia? Satöbbi, de várjál, most nem is kell a telefon. Kézzel, mi, az miért tudjuk megcsinálni? Miért nem hozhattuk át azt a régi rendszerünkből, hogy 18 éves kor, filmek 18 éves felülieknek, aluljáknak nem ajánlott, ugye? Ide tartoztak különböző mozik. A nyírbátori moziban nem engedtek be a 16-ost, a 14-et, tehát voltak ezek a korosztályos. Most jönnek a különböző filmek, 6 plusz be van állítva, vagy korhatár nélkül megkülönítető. Azt nézd meg, és azt látsz, amit akarsz, tehát jön az úgynevezett agresszió, pusolás folyamatosan a gyereknek. Mert nincs már egy ellenőrző, nincsen kontrollcsoport, aki ezeket le tudná védeni, vagy szabályozni. Igen, de ettől függetlenül, most muszáj visszajönni. De ezt hívják értékrendnek, amit esetleg a gyerek visz magával, amit mit megpróbálunk beleplántálni. De Győzőnek is volt egy értékrendje, egy nagyon komoly lenyomott fedő alatt élt. De azért lépjünk vissza, mert ugye akkor nem mondjuk pont azt... Pont a lenyomott fedőt, már bocsánat, hogy beleszok, pont a lenyomott fedőt próbálta meg felemelni. Bekerült egy teljesen más környezetbe, olyan lehetőségek voltak előtte, amivel lentő nem találkozott. És jött vele szembe tulajdonképpen minden, és rázuhant ez. Igen, az egész dolog. Ő maga mondja azt, hogy azt mondod, Győző, hogy te magad kerested ezt. Emlékszel arra, hogy amikor tudatosodik, hogy eluralkodott rajtad ez a dolog, és nem tudsz... Mert ugye mindig az a lényeg a függőségnek, hogy nagyon sokáig nem vallja be az ember. Van, aki soha, hogy ez... Persze, azt mondjuk, hogy bármikor abba tudom majd. De hogy az a pillanat megvan-e, amikor érezted, hogy ezzel nem tudsz te magad meg... verekedni, nem is nagyon akarsz talán. Hát egy darabig nem akar az ember természetesen, hogy megint az, hogy majd én meghallom a csengőt, a fenét nem hallja meg az ember a csengőt, nem tud legyőzni, nem ismerek olyat, én is azt hittem le fogom tudni győzni már idejében a cuccot. Érdekes, ezt csak könyvemben leírtam, hogy én közben sportoltam. Tehát reggel fölépítettem a napot, és amit éjszaka leromboltam már a cuccokkal, azt én nappal igyekeztem visszaépítettem. Kvázi ilyen egyet előre, egyet hátra lépés. Nem volt élettanilag olyan hatása, én ezt nem tudom, ezért kérdezem, amitől pont, hogy nem működik akár a szervezet, vagy túlhúzod. Nem. Tehát pont, hogy segít? Nem, kicsit kitisztultam, és akkor itt 50 percet futottam, tényleg ilyen visszarohan, tehát ilyen tényleg ilyen sprintbe, és egyszerűen ott is megint a pörgés le kellett magam szedálni, vagy nem tudom ezzel az egészszer, és akkor eközben, meg ugye szaunáztam, mindig csak volt pénzem, nem kellett lopnom érte, nem kellett stiklizni semmi, és akkor ugye azok a toxikomák, akik ugye mellettem voltak, ők meg ugye csak úgy ennek éltek, ezek már reggel is sokkal fölkedtek, vagy ők, bocsánat, csinálták a dolgaikat, nem próbálták ezt így valahogy kordában tartani. És akkor így egyszer jött a kérdés, hogy figyelj, győző neked, mit tudom én, nincsenek elvonási teteit, mondom, de én már 2 évvel később mondom, nem, nincsenek. Aha, jó, megint találkozom ezzel a cimborával, mondom, hát figyelj, mondom, kicsit, most még most sincsenek, mondom, kicsit folyik az orrom, időnként kiráz a hideg, gugi van a lábamba, hány ingerem van, meg úgy érzem, hogy fáj a fejem, stb. De ugye alapvetően nincs elvonásom, és akkor mondta a srác, hogy győző, de ez az elfogás. Csak azt mondod, hogy ja. Ja, köszi. És akkor innentől kezdve
jött a valójában az igazi mélyrepülés. Tehát az, amit olvasunk a könyvben, meg amit a filmben is lehetett látni elég plasztikusan, ezek a brutális részek, ott nem látom, és ezért kíváncsi, hogy mi az utolsó szeletcsoki? Arra emlékszel, hogy mi volt? Mert meg is van pontosan, olyan tudom, időpontban, hogy pontosan megmondták, akkor én nem tudtam, hogy az utolsó csoki. Nem tudtad? Nem tudtad? 2001. május 28-án volt az utolsó csoki. Ma itt tartunk. Uh-huh. És miért nem lett több csoki? Mert ez nagyon fontos, nagyon nehéz úgy lejönni, hogy nincs valamifajta motiváció, hogy valamilyen cél vagy képlet, ami ott van. Nekem a valami Amerika forgatása volt a tét. És így a Rendi Gábor, a Zsámbéki Gábor, a Katona József színház igazgatója és a Csernus közös döntés alapján, és persze ehhez én is kellettem, mert ugyan olyan nincs, hogy fognak aztán be a bilincsbe, be a mentőbe, azt csá, hanem akkor ez volt az ajánlat. Ez volt az ajánlat, hogy bemész, lejössz, forgatsz, jó lesz. Mi? Majd? Hát akkor utána mentél volna a lecsóba. Abszolút. Hála Isten, hogy a Győző erről tud mesélni, hogy milyen volt, de hogy hogyan emlékeznek a függők ezekre az teljesen időszakokra. Teljesen vegyes. Mármint magára a mélyrepülésre, vagy a visszajövetelre. Ezekre az időszakokra, tehát tisztán. Teljesen vegyes. Volt nekem olyan betegem, akinek például klasszikus halálközél élménye volt, már nem feltétlenül úgy értve, hogy benn volt a kórházban, olyan is volt, aki mondjuk egy túladagolást követően, mondjuk veseelégtelenség, bla bla bla, több hetes kezelés után mondta azt, hogy vége. Volt olyan, aki ült esőbe egy kapuajba, és úgy arra gondolt, hogy ő most itt reggelre meg fog halni. Nem volt belőve, nem volt beállva. És akkor ez úgy valami úgy átkattan neki, és akkor eljött segítséget kérni. Hát volt olyan, akinek Isten megjelent előtte, igen. Ilyenekkel is találkoztunk, hogy valaki arkangyal bármi megszólította őt. Van, akinek sikerül, van, akinek nem. Szóval ezt nem lehet garantálni, hogy az, akinek megvan a motiváció, az sikerülni fog. Mert azért az az élmény, az a craving, az a sóvárgás a szer után. És ugye ezt én meséltem itt, mielőtt itt elkezdődött itt a felvétel, hogy én kb. 10 éve volt egy sérműtétem, és én akkor kaptam életemben először fentanilt. Ja. Ugye egy szintetikus morfium számára. Igen, igen. És azt kell, hogy mondja, hogy kurva jó. De valami hihetetlen jó volt. Én is, nekem és az ugye, volt a minden. Hát valószínűleg jó, hogyha az emberek ragaszkodnak egy ugye, jó darabig hozzá. És ugye ez ott van az emberbe, és ezt nagyon mélyen el kell temetni, mert most gondold bele, hát ott dolgoztam egy nagyforgalmi sürgősségi osztályán, ahol mit tudom én, napi 200 beteg volt, mennyi fentaniltattunk? Rengeteget. Mennyire lehetett volna nehéz hozzájutnom a fentanilhoz. A minden betegből csak egy kicsit kiszippantok, ugye a beteg is megkapja, én is jól járok ezzel a történettel, és nem azt mondom, hogy harcolni kellett, hogy most nem csinálom, de ott van az emberbe benne, igen. Itt valahol nagyon hátul eltemetve, hogy ez azért egy hihetetlenül jó történet. Mert azért használja az ember, mert jó, mert megváltoztat, mert valami olyat ad neki, ami esetleg így valójában nem jön elő. És persze ez is egy érdekes dolog, hogy mit pótol. Szóval, hogy mit ad neki, milyen olyan hiányérzetet tud betölteni az életéből, hogy hiányzik egy tortaszelet, és akkor abba belecsúszik mondjuk maga a tudatmódosítószer például, de ez lehet nyugodtan egy altatónyugtatószer, lehet egy alkohol, vagy akár bármi nemű olyan függőség, amiben úgy érzi, hogy ettől lesz neki teljes az élete. Ha már akkor ne csak ilyen érintőlegesen menjünk, mert szerintem ez Magyarországon ez a kalocsai hímzés, tehát ez legalább olyan népi hagyomány. Így van, tehát ugye, bár én úgy gondolkozom erről, ráadásul nekem nagyon érintett az életem többszörésen is az alkoholizmussal és az alkoholista emberekkel kapcsolatban, hogy én tudom, hogy meglátom a tekintetében valakinek azt, amit láttam gyerekkoromban, az ostobaság, az a furcsa ilyen, nem tudom elmondani milyen arc, akkor belőlem egy olyan dühöt, agressziót és gyűlöletet vált ki, hogy szegényke onnantól kezdve lehet a legaranyosabb ember a Földön. Nekem az egy rögtön... Nem, előtte. Ez így van. Aha. De hogy miért mondjuk ezt ilyen magyar? Mert ugye ez nálunk népi hagyományként, de hát ott vannak a skandinávok, akik ott a kevés napsütéses órára lehet fogni, hogy sokat isznak. Mindig van valami, hogy maga az alkoholizmus, az bár azt mondod, nem annyira gyilkos, mint a drog. Vagy nem olyan sokkal gyorsan. Sokkal gyilkosabb. Sokkal gyilkosabb. Már hogyha a számadatokat nézzük, számadatokat. Sokkal. Hát most figyelj, a kábítószer túladagolásban, a használatban évente, ha nagyon fölfelé kerekítek, meghal 80 ember.
jó, értelmetlen halál, ezek fiatalok, 30 év körüliek, akik még élhetnének 40-50 évet nyugodtan. Alkoholfogyasztás miatt 30 ezeren halnak meg Magyarországon évente. Az alkoholista tudja, hogy alkoholista? Most ezt komolyan kérdezem, igen. Az apám mindig ugye azt mondta, igen, hogy tudja. Nem. Igen, igen, nagyon sokan tudják. Tehát tudja? Ha másnak magának sem nagyon meri bevallani, de az ember magának nem szereti bevallani. Nehéz a tükörbe őszintének lenni. De mi a baj magunkkal. Vele? Az a baj vele, hogy úristen, én szeretem az italt, vagy én engem megváltoztat? Mert az alapvetően egy olyan skarlátbetű, ami ránk kerül, és senki nem szereti ezt. Mert azt mondják, hogy figyelj, hát ez a gyerek, ez olvasásfüggő. Hát akkor azt mondjuk, fúj, rohadjon meg, rohadt kis olvasásfüggő, hát letépem a fejet, fében. A seggedbe, te, nem szégyelled magad. De azt mondják valakiről, hogy mit tudom, alkoholista, szerencsejáték függő, kábítószer függő, akkor már rögtön ott van rajta az a stigmatizált jel, ami alapján azt szerintem mondjuk, nem hogy... ugyanolyan jel van mindenkin. Az alkoholista egy lecsúszott, egy nem sok... Nem feltétlenül. Tehát egy roli dolog, ezt a gondoljuk. Drog... És például a szerencsejáték, az egy emeltebb valami. Nem feltétlenül, mert ha azt mondod, hogy drogfüggő, akkor ki, drogos, ki fog eszedbe jutni, milyen kép jelenik meg? Az a klasszikus Hős utcai, leszúttyat, koszos, szétszúrt, dzsuvás, nem a marihuána függő, aki esetenként egy kereskedelmi tévébe műsort vezet, és napi néspanglit elszív, és tök tormányosan ketyeg valójában az élete című történetről szól ez a dolog. Szóval, és nem is gondolnád róla, hogy ő ugyanolyan kábítószer függő, mint a másik. Persze, hát az, hogy szúr, az sokkal könnyebben szétüti valójában az ő életét. Az a problémás drogfüggő, akiről itt beszélünk, az a vénásszer használó. Igen. De most egy rozsadobbi kokainista... Hú, nagyon szélsőségben mentünk, mert nem tudom, például te szégyelted magad, amikor drogoztál azért, hogy milyen állapotba kerülsz? Nem, ez nem egy szégyen volt, ez ugyanaz a stigmatizáció, amit az ember fél természetesen, de én tudtam, hogy drogos vagyok, tehát én felismertem, és egyébként nem is jöttem volna ki ebből a dologból, hogyha ez nem ismered föl, de azt sem lehet pontosan meghatározni, nekem van olyan ismerősöm kollégám, aki közel 70 lesz, és még mindig nem bírta a környezete, mindenki pontosan jól tudja bevallani azt, hogy ő sajnos alkoholfüggő vagy beteg, és akármilyen leveleket küldesznek, vagy próbálsz beszélni, a büfében hangosan vizet rendelve, ugye egyébként meg látványelemeket használ, de ez megint más dolog, ki hogyan? Az a mai kollégákról, a civil barátaim már csak azért sem, mert nem, mert egyszerűen csodapofa emberek lesznek, hogyha isznak, érted? Én csodapofa ember leszek, hogyha isznak. Én egy kommunikatív, tök jó fej, még inkább viccesebb, humorosabb, mindent analizáló, és azt nem mondom, hogy leengellő, de tényleg, mert szerény vagyok azért. De egyébként a környezetem egy csupai, akik arra használják, hogy így jókat beszélgetünk, tehát nem verünk meg senkit, és nem nagyon látunk sokban meg senkit. Segít az alkohol pont ezeknél az embereknél. Hát én magam emlékszem rá, egyetemistaként, ugye mi fantasztikus politikai tárgyakat is tanultunk, még politikai gazdaságtan, tudományos szocializmus, filozófia. Én úgy mentem el politikai gazdaságtanból szigorlatozni, hogy nem voltam hajlandó a két könyvet kinyitni, és reggel, amikor kiszálltam a Nagyvárad téren a metróból, akkor nem az egyetem felé mentem, hanem a medikus presszóba, és betoltam 3 konyakot. És elmentem, és leszigorlatoztam. És gyönyörű szépen minden gátlás, úgy beszéltem, hogy így, meg 5 éves terv, meg ez, meg na hát ez a lényeg, nem? Hogy összekapcsolod. És megcsúszhat ebbe azzal, az ember, mert rájön, hogy segít. Uh-huh. És nem mersz oda menni hozzá a kislányhoz, mert ja Istenem, gátlásaim vannak, megiszod azt a két felest, már oda mertél menni, már jó fej vagy, és akkor kiderül, hogy nem is olyan köcsög vagy, mint amilyen valójában, és innentől kezdve egy csomó gátlásodat oldani tudja, és rájössz arra, hogy ez tényleg nagyon sok minden mert tud segíteni. Ha csak a saját példámat, tényleg most tényleg őszintén beszélgetünk. Nagyon fura, és ebben majd lehet, hogy kérem a segítségedet is, hogy a műsor után. De hogy képzeld el, hogy én például vállaltam, megiszom 3 fröccsöt, vagy egy üvegbort este simán, és ez nekem semmi, tényleg semmi. Na, előbb mit mondott? De az vodkára vonatkozik. Nem, utána mondta, hogy az is az, csak... De én is mondom, hogy az is, de figyelj! Ő sokáig ért. De várjál! Egyszer, amikor azt mondtam, hogy túltoltam egy kis takkoltat, nekem nem vagyok más tapos. Még hogy 4 órát alszom, akkor sem, ez nem tudom miért van, lehet, hogy jobb ére szeretettem. Én ugyanúgy csinálok mindent. Az előző este, amikor megiszom azt, hogy elmegyek bulizni, senkit nem bántok meg, nem kell mástól bocsánatot kérnem, stb. Sorolhatnám, nem azt mondom, hogy de valamiért nálam nincs egy visszatartó erő, ami azt mondaná, hogy győző, most kell leállni.
ezek az emberek borulnak fel egyébként egyszer csak egy adott pillanatban. Egy adott pillanatban, így van. Akik az... Ennyire tudod? Igen. Hogy ez megtörténhet? Tehát, hogy igen. Ennyire tisztában vagy vele? Egyik barátom. Tudod, hogy a művészvilágban hányan csinálták, csinálják ezt? Figyelj, most én tényleg alapvetően... nem azért, én megengedte nekem ő ott fent a volt férjem, Gesztesi Károly, hogy pontosan tudjuk, mennyit küzdött a démonokkal. És annyira emlékszem azokra az időszakokra, amikor, hála Isten, az utolsó évében már ez nem volt téma, de az utolsó előttiben, amikor ahogyan próbált lejönni, ahogyan akkor 500-at edzett naponta, akkor annyira röhögtünk, megivott 5 liter teát, mert az orális fixáció, ugye az kell, tehát hogy valami a mozdulat kell. Igen. És hogy ez egy, és hogy tényleg az ember hogyan próbál segíteni, és ahogyan tudja magáról. De ahogyan... ő nem akart lejönni. Ő nem akart, igen. Nem. Ő nem akart lejönni. Ő nem akart. Ismertem. És pontosan azért, tudom, igen. És pontosan azért, ő mert ő neki segített egyszerűen abban, ő szerette azt az állapotot. Igen. Igen, attól volt, hogy olyan, amilyen, olyan lazul, ellazult, kellemes, jópofa, kicsit hangos, igen. olyan kedves hozzá... ember és volt. És egyébként az idő előre attól... haladtával ez egy nagyon nehéz ügy, mert hát már tényleg ahhoz kötöd. Felzabálja a testét. És ahhoz kötöd, hogy te képes igen. vagy akár kilépni a színpadra. Így akkor van. Fogod tudni a szöveget. Pontosan tudom, tehát itt ezzel nem egy abszolút felismerés. Tehát, hogy én például napközben soha, amíg nincs meg a... minden az előadás, hogy nincs minden lerakva, addig én egyáltalán napközben is. De ez, amit például Győző mond, ez tök érdekes, hogy a művészeknél. Azért ugye nektek el kell nekem adni azt, hogy te valójában ott a színpadon meghalsz. Igen. És lejönni úgy ezután, szóval ez nem úgy zajlik, hogy akkor lemosod a sminket, szevasztok, mész haza, lefeksz aludni. Hát most jó, persze, mondjuk egy, mit tudom én, egy ABBA musical az mindig más, mint mit tudom na, én. Na. Nem de úgy értem. Nem, ne haragudj, de akkor ezzel azt mondod, hogy én szarszínész vagyok, mert én nem iszom meg semmit. Jó, én megeszem a gyulai kolbászt, én meg attól vagyok függő. De nagyon sokan úgy vezetnek le, hogy utána akár 1, 2, 3, mert hazamegy, csak pörög benne tovább, hogy őt most itt 3-szor meghalt a színpadon, és tényleg elhitték, és a néző így meg úgy. Tökre el tudom írni, és ezt el tudom fogni. Van, akinek ez úgy sikerül, hogy elmegy utána futni, van olyan, aki megiszik ezt, van, aki elszív egy olyat, van, aki felszippant egy csíkot, vagy igen. bevesz 2 vagy 3 tablettát. Én még azt mondom, hogy ezt el is tudom fogadni. Igen? Abszolút, de tudod miért? Mert alapvetően a művészvilágban azért nagyon-nagyon gyakran, nem gyakran, voltak olyanok, akik szerhatására olyan dolgokat tudtak produkálni, ami vitte előrébb a világ szekerét. Az a világét, de az ő életét? Ez nem azt jelenti, hát azért van, aki elég sokáig bírta, ha csak Mick Jaggerre gondolok például, mondjuk azért jelenleg még elég sokáig bírja, aztán van, aki fiatalon belehalt ebbe a történetbe, de ő fölvállalta ezt tulajdonképpen, és ő ettől lett az, aki, mert én nem tudnám mondjuk elképzelni, mondjuk Amy Winehouse-t, hogy most tologatná a gyerekét a Hyde Parkba, és így tovább, azt úgy tudjuk elképzelni, hogy ő elment. Na itt ez egy nagyon jó pillanat, mert itt pontosan, amiről beszéltünk egyébként még mindig kamerán kívül, hogy valójában mindenkinél ez máshogy hat. Tehát, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy ugyanaz a mennyiség, ugyanaz teljesen más állapotot hoz ki. Sőt, persze. Még ugyanannál az embernél is, ahogyan abszolút. Mondtad, ugyanaz a mennyiség, ugyanaz a minőség, ugyanaz igen. a dolog. Igen. 50-szer semmi, igen. és 60-szorra valami. Vannak bizonyos élettani tünetek, amiket produkál, mert az opioidok beszűkítik a pupilládat, meg kicsit légzésdepresszió, meg tudatbeszűkülés, de hogy éppen milyen flössöd van. Azt nem lehet előre megmondani. Nem. És elszívsz egy spanglit, és lehet, hogy rastafári érzés, röhögés, színek, fények, hangok, az lehet, hogy ott fogsz okádni, és úgy érzed, hogy rád dőlnek a falak, mert mit tudom én, mint a földrengés lenne. Megint egy ismerősöm, aki csak ki akarta próbálni a spanglit, és sokkot kapott egy idő után, mert az állapot, hogy nem tudta felolgozni, és egy évig. Kellett kezelni. Hát persze, beleugrott, belezuhant egy drogindukát a pszichózisba. Behúzta. Egyébként mindig nagyon hasonlóak az emlékek, vagy egyre durvábbak lettek, ahogyan egyre mentél előre a drogban. Tehát azért a hernyó azért, az, ahogyan láttuk a filmben is, meg ahogy olvasom a könyvben, tehát ott azért olyan tudatmódosulás van. Az a király kategória. Hogy ott neked volt különbség? Vagy mindig ugyanazt az élményt hozta, és ezért? Ne, hát a flash az mindig ugyanaz az élmény. Mm-hmm. De persze függ attól, hogy éppességem milyen fölütött cuccot kaptál, vagy nem. Leginkább esetben volt jó a ilyen tökéletes mondjuk a cucc, de én is életemben egyszer jutottam hozzá morfinod, és akkor az tényleg mindennek a királynője volt, de hogy... Már ilyen rendes ampulás. Igen, ampulás. Szóval ampulás gyári, igen. rendes vegytiszta. Gyári, igen. És na, tehát az, igen. A
azt értem, azt abszolút megértem. De hogy hát nem, tehát 7-8 év heroin függőségéről beszélünk, tehát én azért, ha csak a napok számát felszózzam, az én elég sok, napi kétszer-háromszor is toltam, tehát nekem már nem volt vénám végül. Ami megint egy ilyen stigmatizáció lehet, hogy bármi, időnként itt a vénámon elkezd így nagyon viszketni, és kijön egy ilyen nagyobb, ilyen szóval csipés méretű hólyag, és akkor azt így, ilyenkor így megérzi az ember, és akkor figyelmeztet. Nem felejt a test. A test nem felejt, és amit te is mondtál, hogy igen, hát ez a cucc az jó volt, akkor jó volt. Ugye, ahogy beszéltük is, volt egy közös előadásotok, vagy néha, az egyszer volt? Hát a rendőrségnek volt egy közös. Az a kis filmecskénk. Hát ilyen prezi, egy preziben vagyunk benne, ami nagyjából azért a, bocsánat, eduká... Igen, az edukáció, prevenció, tehát végül is ez, igen, ezt a... Edukáció és a prevenció. Na most egy kicsit úgy érzem, hogy ez olyan, tehát ez is, mint az országunk, hogy mint a szavazás. Tehát vannak azok a szavazók, akik már pedig én eltökéltem, fogyasztom a drogot, engem nem érdekel, bármit mondhatok. Van az ingó szavazó, aki nem tudja, hogy csinálja, és van, aki teljesen azt mondja, hogy már pedig én erre nem szavazok, nekem ez nem kell. Valójában az, hogy te mondod, hogy ennyire, ugye látványos, tehát több szempontból, most valaki olvasta, valaki látta, te pedig nagyon plasztikusan mondod el ezt az egészet, és érthetően ez hány embert talál el? Tehát a nagyon eltökéltet át lehet-e egy ilyen prevenciós előadással állítani, az ingó az jó oldalra? Alapvetően azt gondolom, nem azt mondjuk, hogy soha a büdös életben rá ne néz, és úristen, hogy az a kábítószer egy ördögtől való történet, szó nincs arról. Most azért az, hogy ma egy 16-17 éves gyerek kipróbálja a spanglit, esetleg a buliba egy ekit, biofüvet, azt Isten ments, de ahhoz, hogy most herkához hozzájusson, az most nálunk nem nagyon van, szóval szerintem évek nincs, óta nincs. Fentanil nem jött el Magyarországra, hál' Istennek, ugye ez is egy opioid származék, meg a szintetikus fentanil készítmények. Ketamin, meg ilyenek. Ketamin az még van. Tehát a drogban is van változás, akkor azt lehet mondani, fejlődés. Hát figyelj, most az Európai Drogmonitorozási Központ 900-szert monitoroz. Igen. 900-szer van a piacon. Amikor én kezdtem a pályámat, akkor mondjuk olyan 6-8-szer volt, ami igen, jelen volt a piacon körülbelül. És tudtuk azt, hogy voltak ugye a erkások, volt néhány ketaminos, voltak egy-két füves, voltak a spidesek, volt néhány exes, és volt néhány kísérletező, akik ilyen növény, olyan növény, havai farózsa, oluluki, mit tudom én, kísérleteztek ilyenek, LSD, maszlagot ettek. És ez kis irodalmat tartunk. És ez így megvolt, így ez így rendben volt. Ma tökre összekevert a dolog, de visszatérve erre, szóval itt alapvetően nem arról van szó. Arról van szó, hogy részben egy, attól, hogy kipróbálod, nem fog a világ összedőlni. Szóval attól, hogy elszívsz egy spanglit, ez nem azt jelenti, hogy két hét múlva a néplégedbe szúrsz. Szó nincs róla. Szóval itt alapvetően ez az egész kis prezi, ez arról szól, hogy igen, ennek van veszélye. Hát és, meg arról is, igen, mert a bocsánat. És, igen, és az, hogy megváltoztat, és ez a történetnek a lényeg, és nem tudod, hogy fog megváltoztatni. És mert lehet, hogy jó lesz, lehet, hogy rossz, és ma már érted, egy tablettáról nem tudjuk megmondani, hogy mi van benne, egy porról nem tudjuk megmondani, hogy mi van benne, egy növényi törmelékről nem tudjuk megmondani, hogy mi van benne, és ez a gáz, mert akkoriban úgy nagyjából tudtad, ha a vietnámi gyerektől vetted, meg ha az albántól vetted, akkor úgy nagyjából sejthető volt, hogy mi volt. Ma, akkor, ma egy orosz ruletről szól. Akkor mi a helyzet azzal, hogy akkor ez is egy... Őszintén, ez egy jellem kérdése, hogy valamire nemet mondok, vagy kipróbáltam, és tudom, hogy ez nekem nem lesz jó, vagy ugyanúgy, mint annyi minden, a genetika, tehát hogy hajlamod van arra, hogy rácsúszol erre a dologra, vagy nem? A genetikának van, de ezt nem tudjuk magunkra rántani lepedőként. Ez a jól ismert mondat, amit szoktak mondani, az én azért iszom, mert már a nagyapám, meg az apám is. Én ez meg fasza, azért nem iszom, nem? Mert egyébként az apám ennyire ivott. És ez is egy tök mondat, ez is egy tök jó mondat, és igen, a genetikának van szerepe ugye az öröklődés ugye abban, hogy valaki függővé válik, vagy nem, de csak egy hajlam. De ez nem azt jelenti, hogy akkor én eleve elrendelődtem, és van nekem a dédnagyapám, meg a nagyapám, meg az apám is jó, akkor nekem is alkoholistának kell lennem. A bűngén olyan nincs. Tehát ez nincs. Az nincs. Olyan nincs. Tehát a bűnözés nem lehet genetikusan örökölni. Ez nincs. Az a bűnöző, ahogy a kriminalizált ember nem hordozza magában. De miért gondoljátok egyébként, hogy nincs? Most képzeljük el, van egy mondjuk egy család, ahol mindenki ezt bűnöző a mintát, volt. Ez a mintában nő föl. Az a minta, ő ezt látja. De ugye erre szokták mondani, hogy ugye minden, az egész életünk rezgés, hát minden energia. Én ebben az egy dologban hiszek, én nagyon nem vagyok ezó, de ebben hiszek, hogy egyszerűen, hát egyszerűen fizikailag az a lényeg, hogy minden rezeg. És hogyha az én nagyanyám, az anyám meg a nem tudom kim, mondjuk
loptak, és abból éltek, nem tudom szebben mondani, akkor hát én öröklöm ezt a gépet. Nem öröklöm nem, azt a nem, fajta nincs ilyen, nincs gondolatot, nincs. Hogy én ezt tudom. Nem. Tehát, nem. Hát akkor miket, csak a szemszínemet öröklöm? Tehát, nem, sok mindent örökölsz, amit nem tudsz meg... Tehát a drogozásra való hajlamot miért nem öröklöm? Nem a hajlamot, a függőségre való hajlamot örökölheted. Az van benned. Hogy aztán te mondjuk miben akár, leszek függő? Hogy a mifelé csúszol el, egy dohányzás felé, szerencsejáték felé, bármi felé, ezt azért nagyon sok minden befolyásolja. Mivel találkozol, mi az, ami megtetszik, mi az, ami számodra örömet tud okozni valójában. Itt jön szóval a sorszerűség valójában. Igen. Szóval, de feltétlenül azok a minták, hát ugye az én fiamról is szokták mondani, nem mindig pozitív hangsúly, hogy a gyerek pont olyan, mint te vagy. Most mitől lenne érted más? Részben viszi tovább ugye a genetikánk egy részét, részben egy csomó olyan mintát, amit igyekeztünk neki megtanítani. Vagy valamire nem akartam, hogy megtanulja, de a rosszabb egye meg elleste azokat az esetleg is negatív dolgokat, ami című történet. Úgyhogy alapvetően azért ezen, hogy mit visz otthonról, a puttonyába mi kerül bele, értékrend, keretrendszer, jövőkép, példaképke, ez nagyon-nagyon-nagyon meghatározó. Mert azt látja, hogy a nagyapám se dolgozott, az apám se dolgozott, hanem mentek, mit tudom én, lopni, ez az amaz, és engem már 5 éves koromban szintén elvittek, mert én befértem a billenőablakon, és akkor ez tök jó, meg tök izgi, akkor valószínűleg ez lesz az ő élete is. Ez ebben tökéletes egyetértünk, mert az előítéletek is onnan, tehát hogy sose hallottam, hogy az anyám azt mondta, hogy sárga, barna, fekete ember, ezért számomra nem is volt kérdés, hogy bármit elfogadok, ami szembe jön, és bármire nyitott vagyok. Na de megtörténik az, amikor véget ér egy ilyen korszak, és aztán a kísértés milyen formában lép elő. Egyetlen előlépette onnantól kezdve az életedben. Nem. Semmilyen testet nem öltött? Soha? Nem. Hogy mondjam, tehát nagyon nagy a tét itt már azért. 3 gyerek, egzisztencia biztos. Akkor még nem volt. 10? Hogy? Akkor még nem volt, nem? Akkor 1 gyerekem egy volt. Gyerek. De és nagyon az elején, tehát én nem is, tehát 97-ben született, 2001-ben hagytam abba. Nem volt visszatartó, az tény, hogy van egy gyereked és a felelősség, stb. De én azt képzeld, hogy megint csak én 14 éves korom, én egyedül építettem fel azt a birodalmat, ami az enyém. Azt én viszem, azt én cipelem. Én azt most már nem fogom elbukni egy tolás miatt. De valahogy mindig mégis azt mondom, hogy itt van a dologban a fura kettősség, és nem kedvet csinálom a dolognak. Az a 3 perc, vagy 1 perc flash, amit a heroinnal tolsz. És szembeállítod vele azt, hogy mikor ország legszebb, legcsodálatosabb nőjével egy homokos tengerparton egy hetet eltöltve, reggeltől estig partiztok végig, és minden benne van, az egész, a koktélok, a kaja, az esti lepedőgyűrögetés, és minden benne van, az nem ad többet, mint az 1 perces kurva flash. Tehát is azt mondom, hogy ezt 20 éve nem akarom, hogy a közelembe kerüljön. Most ezt érted, hogy mi ez? Abszolút értem. A kérdés, hogy tudod távol tartani? Nincs távol, nem, nincs már. Ha lenne a placon heroin, akkor nem tudom, álmodtam már vele, rengeteget álmodtam, és azt álmodtam, hogy benyomta, és de hülye vagyok, és fölkelek, és én nagyon ilyen valóságszerűen álmodom. Nem tud a közeledbe kerülni. Nem. Régen láttam a Matrixot, amikor mentem a Blahán, hogy ki az a díler, ki aki persze. A sóvárokban várja, hogy mikor az összes ujját törtem volna az összes dílernek, de nem tehettem, hiszen ő volt az, aki... aki nekem adta a cuccot, tehát én gyűlöltem az összes dílert, az összeset. És hogy a lényeg az, hogy ma nem látom a Matrixot, nincs már fel, nem látom azt, hogy ki az, aki éppen vár valakire, vagy ki az, aki éppen siet valahová. Ez nincs már, nincs, nem is engedem, hogy a közelembe kerüljön, nem is tud. Gábor, azt mondtad egyszer egy interjúban, hogy ha megtalálja az ember a személyes motivációt az egész mögött, akkor könnyebb valahogy. De ezt győző elmondta. Neki megvolt az a, vagy erre, vagy mész a lecsóba, hát, öreg, pont. Ne haragudjatok, ez egy alap. Igen, csak ez kell egy személy, erre, igen, csak ez kell egy személyiség, aki azt mondja, hogy oké, akkor én megpróbálom a nehezebbik utat, mert tök egyszerű lett volna azt mondani, hogy gyerek, szarok rá, tolok. Valószínűleg most már nem ülnénk itt. Biztos, hogy nem. Ez intelligencia? Igen. Részben az is, részben pedig túlélés, meg felelősségvállalás. És ugye azért, persze, az, hogy akkor már volt 3-4 éves volt a gyerek, ugye akkor az is azért egyfajta felelősség, azért nem kevés.
olyan barnást ismertem, akinek megvolt már nem is egy, meg nem is két gyerek, és ott volt az állami gondozásban, és baromira szart arra, hogy most mi lesz a gyerekével, és csinálta, és csinálta, és csinálta tovább. Szóval alapvetően azért ez kell egy olyan fajta érzelmi intelligencia, és amivel az ember azt tudja mondani, hogy oké, meg tudom csinálni. És pontosan ez a jó, ugye Győző egy influencer, véleményvezér, és pontosan az, mert ha köszönöm, hogy kiegészítetted. De, mert tehát, ezt nem tudjuk. Tehát, hogy jó. Tehát, ha szót használjuk, hogy véleményvezér, akkor abban a pillanatban arra gondolunk, hogy miért is tudom, hogy Győző utoljára, amikor eltéjesített a mutogatott kávéfőszöket. És gondolj bele, ha most megmutatnánk azt a nevű gyereket, aki szintén leállt, tök jó, mert meg tudtad csinálni öreg, de baromi nem ismerlek. És pont itt jön be a felelőssége, ugye a változásban egy csomó-csomó olyan ismert embernek, aki ezt fölvállalja. És kiáll a nyilvánosságot, és igen, azt mondja, igen, én ott voltam lent a legmélyebb bugyrokba, és meg tudtam változni. És ez nem azt jelenti, hogy akkor most minden intravénás szerhasználó álljon majd színpadra, igen. És akkor színészként alkosson valójában nagyot, de ha ő meg tudta csinálni, akkor én is meg tudom csinálni. Igen, és itt jön be az ő felelőssége, mert ha egyszer kiderülne, hogy akkor egyet tolt... Igen. Azon kívül, hogy ezt megtetted, mennyire volt nehéz, amikor írtad a könyvet, arra gondolni, hogy ezeknek mind olyan következményei lesznek, vagy ezen nem is gondolkoztál, hogy téged megítélnek, téged máshogy látnak, még ha tudták is, már azért az egy régi tőle, tehát amikor te berobbantál a valami Amerikával, akkor az már ugye a múltad volt. Tehát mondhattad volna azt, hogy ez az enyém, ezzel én foglalkozom, erre nincs szükség, hogy erre ez kikerüljön az embereknek a köztudatába, mert szeretünk azért abban a pillanatban ítélkezni, megítél, letaszítani a trollról, jó, megrázni a fát minél magasabban. Azért nem úgy volt, hogy én amikor a könyvet elkezdtem írni, először nem is én akartam írni, hanem egy szellemírót akartam fölkérni, lemegyünk egy wellness hétvégére, elmondom a sztorit, te meg szépen megírod, aztán utána gondoltam, hogy a Csernus jegyzetei kerüljenek bele, és akkor mondtam a Csernusnak, hogy ezt akarom, mondta, hogy jó, rendben van, de akkor 10 oldalt küldje el, hogy nagyjából mégis mihez adom a nevemet, stb. Stb. Megírtam ezt a dolgot, és utána beszélt, közben ugye folyamatosan vonalban voltam a Csernussal. Nekem az első terem az volt, hogy ugye a kutyaszorítóban volt a Mr. Green, Mr. Orange, Mr. White, hogy ezeket úgy fogom megírni, hogy így kicsit ilyen meg is történt, nem is történt meg, If I Did It, meg a hiszenek, ugye a O.J. Simpsonnak a könyve, aki megírta, ha én tettem volna címmel, leírja az egész sztorit. Ha bementem volna, ha ott lettem volna, a feleségem ott lett volna szeretnével, ha lett volna állam egy pisztoly, akkor stb. És az egész If I Did It címmel megírsz egy ilyen könyvet. És úgyis így gondoltam, hogy ha én tettem volna alapon megírom, és erre mondtam, most csúnyát fogok mondani, kisipoljátok, azt mondja a Csernus, hogy Győző, hogy ezt nem baszod oda, de tök őszintén. Akkor ez nem fog érni semmit. Így van. És akkor azt mondtam, hogy oké. És akkor kezdtem meg én is. Elküldtem az első fejezetet a Csernusnak is, és a kiadónak is, és azt mondták, hogy hát Győző, van egy rossz hírünk, ezt a könyvet, ezt el fogod megírni. És onnantól kezdve voltak azok a fejezetek, amik nagyon-nagyon mélyen érintettek, azt hiszem már csak ilyen éttermekben a neszelő pincérek és a evőeszközök csörgése közben tudtam csak megírni, mert azok annyira mélyre mentek, vagy megmentek volna, hogy azt csak úgy tudtam megírni a nyilvános helyen. De alapvetően egy szobába szépen bezárkozva írtam el a könyvet. Minek hatására, egyébként hogy a film hatására, nagyon sok olyan emberről tudok, és ki van listázva, és van egy csodálatos ember, aki a film, mert megnézze a moziból kijöve, azonnal haza sem emlően a nyílő bement, és azon a jelentkezett a elvonóra, és be is van úgy. Egy embert megmentettél, megmentettél. Nem egy embert, nagyon sok embert. Azért mentett. Mondom, csak ezt mondom, ha egy embert is, ugye akkor igen. Az egészet. De hát egy coming out az mindig sokkal jobb, igen. Én azt gondolom, mint hogy most elkezdenek pletykálni, hogy na hát ez Szabó Győző. Mindig, én ezt mindig mondom, ezért mondom az őszinteség. És ha fölvállalja, az... biztos lesz, hogy annak, aki lekutyapicsázott, mert igen. Van ilyen, de azt gondolom, hogy ez sokkal inkább pozitív érzelmeket vált ki az emberekből, és mondom, ez az influencersége, ha ő meg tudja csinálni, akkor én is. És nézd meg, hogy hol volt, milyen mélységekben volt, és honnan tudott. És elsőként egyébként nagyon jó, de büszke is lehet az ember, a 14 éves kis nyírbátori kis fiú, hogy ezt megírja, vagy lesz egy film ebből. Tehát ez,
ez engem tényleg határozottan büszkeséget tölt el, és hogyha már megint fura kérdés, de hogy lehet, hogy ez kellett ez a 10 év cuccodás, hogy egyszerűen lehet, nekem ez volt a stigmád, dolgom, vagy a karmád, ami le volt írva. Ez volt a karmám, hogy ezt csináljam. Hát valamiért mindenképpen szeretjük úgy képzelni az életünket, hogy valamiért volt, mert különben az egész nagyon semmit. És azt kérdezed, hogy a prezide visszatérve, hogy miért én vagy, miért a Gábor? Igen, mert ő hitelesen elmondja azt a részét, pedig azt mondja, hogy egy bűnmegelőzés, hogy azt mondja nekem egy rendőr, hölgy azt mondja, hogy győzzön, hidd el nekem, ha kiállok rendőr egyenruhában, és azt mondom, hogy ne csinálj, a gófa se fog érni. Te fogod, kimész, és elmondod, és hidd el, hogy ez évnek iskolákban, és nagyon sokat segítek, nem csak iskolákban, nem csak gyerekeknek, hanem biztosítási cégek top értékesítőinek tartok kizárólag beszélgetéseket. A motivációról, az újrakezdésről, ott is vannak mélypontok. Hát de szerintem ez nagyon sok mindenre rá lehet húzni az életben, hát ez a lényege, hogy ő neki a saját életére kell átutat, nem feltétlenül azért, mert ő is mondjuk drogfogyasztó. Egyébként létezik függőség mentális probléma nélkül? Nem. Nem, most mit értünk az, hogy mentális probléma? Hát, mondjuk mindannyiunknak van. Egy pszichiáter kollégám azt mondta volna, hogy mindannyian valahol abnormálisak vagyunk, csak ugye kérdés, hogy erről a középvonalról ki mennyire tér le esetleg jobbra-balra. Van, aki ennyire gáz, de van, aki csak picit. Szóval én azt gondolom, hogy most, de mit értünk úgy az, gondolom, hogy normális? Például a Győző, mindig is úgy gondoltam rá, mint egy baromi erős, öntudatos és tudatos emberre. Tehát őnál azt gondolnám, hogy ő aztán, ha valaki nagyon tudja, hogy ezt akarom, vagy nem akarom, és ő maga mondja, ő akarta. Tehát, de hogy azt gondolnám, hogy akkor a drog, vagy az alkohol, az olyan embereket kap el, akik gyengék. Akik, nem, bárkit elkaphat. Akik mentálisan... Nem, bárkit elkaphat, mert rájön arra, hogy őt megváltoztatja, és úgy változtatja meg, ami számára lehet, hogy kellemes lesz. Az a, például az alkoholnál, nagyon meg gyógyszereknél nagyon sok problémaivó van. Ugye hazamész, megiszod, már is leszarod az egészet. Mm. És ez tök jó, mert átsegít a nehéz napokon, de hogy segít át, mert elmúlik a hatás, és 4 hónap alatt rákattansz magára a történetről, mert az egy tök jó dolog, nem? Hogy úristen, esik az eső, kinyitom az ernyőt, már nem ázok, jaj, de az ernyő az egy idő után tönkre megy, és akkor megint lázni fog, nem baj, veszek egy újabb ernyőt, és így tovább, és így tovább, de a probléma attól még ugyanúgy ott van fönt. Ja, nagyon sokszor riogatnak, amikor az ember drogot fogyaszt, hogy majd oké, most még nincs olyan hatása, de majd az életedben, de majd a tested, de majd mi lesz 20 év múlva. Már megadtad nagyjából erre a választ, de ezt mindenkettőtől kérdezem, hogy ez, mert te azt mondod, hogy te nem érzed ennek az élettani hatását, annak a 7 évnek. Vagy érzed? Tehát fizikailag, azon kívül, hogy néha kiposodik ez a rész. Csak számolunk, és azt mondom, hogy én 10 évet töltöttem a drogban, és azt sem tudom, hogy hol voltam 10 évig, akkor, és 52 éves vagyok, akkor 42 éves vagyok, és ez tök jó, mert 10 évet levaltak az életemből. Hát ez... fiatalabb lettem 10 évvel, és én azt gondolom, hogy ez jó nekem. És jó voltam a matekból, oké? Nincs, szóval nincs. Te tényleg azt gondolod, hogy semmire nem hatott, azért, hát azért nagyon komoly. Tehát csak az, amit leírtál, igaz, és még azon túl, hát azért élettanilag... Hát figyelj, valószínűleg mázlia volt, nem lett hepacés. Nem. Ez tök jó. Végig arra gondoltam, amikor olvastam, hogy most biztos, hogy lesz egy olyan rész, akkor kiderül, hogy honnan vetted elő azt a tűt, atyavilág, agatyád zsebéből. Hát jó, de ez a mázli. Ezt nem lehet befolyásolni, hogy ez nem lehet. Nagyon sokan. És igen. Ennyi mindössze, hogyha ott nem kapsz el valamit, nek nincs valódi élettani hatása, nem lehet ezzel hát operálni. Jó, várjál, a kálciumot kivonja a szervezetből, az opiátok, azok nem életlenül iszonyatosan elromlanak a fogai. Fogam, nekem nem romlott el a fogam, ez megint egy mázit. Szerintem azért volt, mondani, hogy én napközben igyekeztem visszaépíteni. Tehát én ebben az értelemben soha nem hagytam el magam. Tehát én nem voltam koszos, én napokig nem fürödni. Tehát ez hát mint ahogy pont, hogy elképzeljük a klasszikus intravénás szerhasználót, érted azon de a koszos itt zsúvás. Tartunk, én ezt, amikor csináltuk a sót, akkor is cuccos voltam. Észrevettél abban valamit? No. Látod. Nem, mert pont azért, mert ugyan ez megy. Tehát, hogy ugye, tehát amit látok, az tényleg 50 év, ezt látom, amikor, hogy nem, annyi ott, nem. Amikor forgatási szünetek voltak, hogy én oda hányszor jött ki a filmgyel, az akár a dealer. Csak odahozni neki a cuccot, például.
Nem. Hát, hogy velem forgatta egy csomót, úgyhogy nem voltam valószínűleg nem gondolkoztam ezen, tehát, hogy hát úgy szerettelek, ahogy gondolkodtam rajta, mert közben fizikai elvonásaim voltam, mondjuk. Tehát, hogy azért... Tehát valami Amerika előtt például én 10x filmet forgattam. Én benne voltam a kereskedelmi csatornáknak a vezető showműsoraiban például. Hát ne, de... Az élettanyatás, mi? Akkor még sem vagy jó példa, mert akkor egy jó példa vagy. Érted? Hogy, de hogy valószínűleg ez nem volt egyedül. Elmondtam azt, hogy az akkor, hogy ugyanez, sajnos valami másképp van bekötve nálam, érted? Totál másképp. De akkor nem lehet vele példálózni, mert akkor erre kimondja azt, hogy hát akkor lehet, hogy nekem is így fog lecsapódni. Oké, de ezt nem tudja. Tök véletlen volt, tehát tényleg nekem mindig volt pénz, ritka, mindig volt pénzem, egyedül voltam jó formát, tehát nem kell tévét eladni. Nem kell tévét eladni. Megmondom őszintén, abban mind a filmben, mind a könyvben az egy pillanat az életedben, amikor azt mondják, hogy hát most nincs szerep. Mert neked, tehát hogy mindig keresett, és mindig egy elismert művész voltál, és azért nem voltál annyira a méhén, hogy arra azt mondd, hogy na hát azért nem, mert hogyha nem kell, akkor nem tudom. Egyedül, ahogy mondod, de valami Amerika volt egy ilyen nagyon erős pillanat. De azt is írod a könyvben, vagyis hát ezt a Csernus mondja, hogy nincsen gyógyult. Nincsen. Drogos. Hát ez így van? Nincs. Csak abszolút. Abszinens. Abszinens, szermentes. Igen. De ez nem csak a drogra vonatkozik, ez minden függőségre. Az alkoholtól kezdve a szerencsejátékon át, az olvasáson keresztül a szexfüggőség, szóval csak abszinens van. Vagy aki megpróbál keretrendszeren belül. Figyelj, most így van, kézde, nekem volt egy ismerősöm, aki alkoholista volt, és 10 évig egy kortyot nem jött. Emel megint egy színházi előadást, amiben pesgővel kocintottak, és olyan sóvárgást érzett utána, kiment, az első helyre bement. És kész. Vett kért egy pohár bort, és visszalépett, és tart a mezőre. A 10 év ment, hogy úgy, ahogy van, dobta a kukába. Végül is nem, mert az a 10 év legalább tiszta volt. Tehát ez az, ami igen, ezzel a hullámzással lehet. Másik érdekesség, itt pont egy, és egy, nem pszichiáter vagy addiktológus volt, azt mondom, hogy mint a mentálhigiénés. És talán mind valaki mondta, és tényleg egyetértek, hogy például egy drogos nem tudja megcsinálni azt, hogy most akkor fél évig nem tudsz. Egy alkoholista meg tudja csinálni. Hogy fél évig nem iszik, és utána megint elkezd. És azt mondja, hogy egy hónapig, kettő, hár, fél év, tök mindegy, meg tudja csinálni. Utána viszont elterik a fél év, és kezdi előre. Arra a fél évnek a végére vár. Lehet, hogy igen, van a fél évben. Persze, hát vágja a centiét. Én azért szeretem ezeket a beszélgetéseket, mert hála Isten a végén nincsen úgy vége, hogy most akkor és akkor levonjuk a konklúziót. Nincs konklúzió. És nincs ilyen. Viszont ennek nagyon örülök. Akkor elolvastam a könyvet, és véget ért, és tényleg úgy gondolok rád azóta, hogy egy másik embert látok, ami a filmgyártól és mindentől eltekintve, hogy tök jó, hogy itt ülsz. Így a könyv után, és tök jó, hogy nem kerültél fel arra a falra, amit... Igen. Igen. Tehát a képed nem került fel arra a falra, aminek már, ahol már nincs út. Nagyon köszönöm, remélem, hogy eljut ebből sok minden jó is, és nem csak azt veszik ki belőle, amire azt lehet mondani, hogy... Mindenki vegye ki azt, amit akar belőle, ez a legegyszerűbb. Köszönöm szépen. Köszönjük. Ha tetszett az epizód, iratkozz fel a Sláger FM csatornájára, nyomj egy lájkot, kapcsold be a csengőt, és értesülj elsőként az új epizódról.